Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk akkor most a látásról, a tisztán látásról. Múltkor beszéltünk, hogy hogyan működik a szemnek a mechanikája, maga a izomzatnak a fokuszálása, és beszéltünk az Alocsaka Agniról, hogy van egy finom energia, finom tűzenergia szemünkbe, ami nélkül nem fogunk tudni látni, hogyha akármilyen jó az optikánk. Ma beszéljünk arról, hogyan a szervezetünk zseniálisan rakja össze képet, amit látunk. Szerintem kezdjünk el kísérletekkel, és utána fogunk kifejteni, hogy hogyan rakja össze a képet egy ember. Most látjátok itt a képernyőn ezeket a kör ábrákat. Mit látjátok a képen? Most mindenki válaszolja meg, ő mit lát. Valaki azt fog látni, hogy tölcsér, valaki virágot lát benne, valaki látja spirált benne, valaki kockákat lát benne, valaki azt látja, hogy forrók, valaki látja, hogy másik irányba forrók. Ezeket, amit sorolok fel, lájkoljátok, és szívecskéket rakjátok, hogyha látjátok azokat, amit soroltam fel. Hogyha olyat látjátok, amit nem mondtam, akkor írjátok le, ki mit lát. Itt a kérdés. Hát szemünk mindenkinek ugyanaz a forma, ugyanolyan mechanika. Mindenkinek van szemizmok, van szemlencse, van makula, retina, és ugyanúgy, mint hogyha mi ugyanazzal a fényképezőgép modellel fényképezünk, akkor ugyanaz a kép kell, hogy legyen. Mert a mechanika ugyanaz. De mégis, mint emberek vagyunk, máshogyan látjuk a dolgokat. Még azt is lehet látni, hogy valakinek, aki kimegy napra, neki nagyon kényelmes, minden jól látni, de valaki nem tudja a napon nézni, neki kell szemüveg, napszemüveg. De szemeik ugyanazok? Akkor mi a probléma? Médikus írások mondják, hogy maga a szem, az csak optika, az nem rakja össze a képet. Hogy mit lát az ember, ez a nem is agy rakja össze, hanem az elme. És azon függ, hogy milyen elmével rendelkezik az ember, és itt már mi különböző elmével rendelkezünk. Hogyha a szemünknek, mint a mechanika hasonló, ugyanaz, de ugyanakkor nekünk másféle ízlések vannak, valakinek olyan ízlése van, valakinek más, valakinek piros a kedvenc, valakinek zöld a kedvence. Nem azért, mert a szem miatt, hanem a tudatunk miatt, az elme miatt. És ezért, mivel mi különböző tudattal rendelkezünk, ezért másféle felsorolások voltak, amit most néztünk a képet. Nézzünk egy másik képet, akkor látjátok egy képet, és írjátok kommentbe, mit látja. Hát általában azt fogtok írni, hogy egy hölgyet látom. Akkor írjátok le, ki látja, hogy ez egy fiatal hölgy, ki látja, hogy ez egy öreg hölgy. Közben mondom, hogy mi történik. Általában a mi látásunk még azon is múlik, hogy milyen képet rakom össze, hogy nekem mi a karmám. Mert a karma megformázza egyféle látásmódomat, még a képekről is. Hogyha szenvedélyesebb a természetem, akkor jobban így mozogni fognak a képek. Hogyha mondjuk úgy tudatlanság hat rám, akkor nagyon eltorzult a kép,
a valóságtól, amit én látom, az nem valós lesz. Nagyon minél erősebb a tudatlanság hatása van, annál távolabb vagyok a valós képtől. És azok, akiknek békésebb elme jóságban van, akkor ők nagyon közel a valósághoz látnak. Ez az egyik. A másik, hogy vannak élményeink, és az élményeink, ami dominálnak, az befolyásolja, hogy mit fogok látni. Itt a példa az a kép, amit most látjátok. Valaki most írt a kommentben, hogy öreget lát, valaki azt írt, hogy fiatalt lát. Miért van különbség? Azért, mert hogyha nekem mondjuk munkahelyen mindenhol fiatalokkal sok a kapcsolat, van egy élmény fiatalokkal, és amikor utána ránéztem erre a képre, a képernyőn, akkor az elme összerakta fiatalt, és én fiatalt fogok látni. Azok, akik mondjuk mennek öreg otthonba, idősekkel többen van a kapcsolatban, vagy idősebben, nem feltétlenül, de lehet. Ők, amikor nekik van már eleve egy ilyen élmény, amikor ő megnézi most ezt az ábrát, akkor egy időset fog látni. De valójában ezen a képen minden kettő van egyszerre. Azok, akik már ismernek a képet, de gondolom köztetek vannak, akik már ismernek, akkor ő egyből látnak mind a kettőt. De valójában, hogyha most egy nagyon őszintén nézünk ezt a kísérletet, akkor ember fog látni vagy fiatalt, vagy öreget. Miért? Mert a mi elme működik vagy forró, vagy hideg, vagy kint, vagy bent. Mert nem lehet mondani, hogy én most kamera előtt vagyok is, meg kamera mögött is vagyok. Ez nonsense, nem fér be nekünk. Hogyha én most bent vagyok, akkor nem lehet mondani, hogy én kint vagyok. És hogyha valaki öreg, az nem tud lenni fiatal. És ezért mi vagy fiatalt csak tudjunk látni eredetileg, vagy csak öreget. Mert így működik az elme. Szóval így rakja össze a tudatunk, azt minden képet, bármilyen, mint mi látunk, a tudat rakja össze. Ugyanúgy például az a központ, az elme, a központ minden érzéknek. Hogyha én eszek valamit, és az most finom vagy ízetlen számámra, az nem a nyelv fog meghatározni, a nyelv ugyanolyan eszköz, mint a szemünk. Az csak adja valamilyen érzelmet, érzést, élményt az elmébe, és elme eldönti, hú, ez finom volt. Ugyanúgy, amikor mi nézünk, és látunk valamit, akkor mondjuk ez szép. Valaki nézi, azt mondja, fú, ez nagyon csúnya. És itt is lehet látni, hogy valakiknek egyféle emberek tetszenek, a másoknak teljesen másféle emberek tetszenek. Miért? Más a tudatuk, tudatállapot. És ettől mi is mindannyian mások vagyunk, mert másféle tudatállapot. Úgy mondják egy tudományos szanszkrit nyelven, hogy guna karma. És ez az előző életeknek az eredménye, hogy én most hogy fogok látni a képeket az életemben. Röviden mondtam, hogy nem a végső képet, amit lát a szem, nem a szem rakja össze, sőt nem is az agy, hanem a tudatunk. És majd a következő alkalommal ez egy kicsit tágítjunk, és arról fogunk beszélni, hogy ugyanez a látást alkalmazunk a mi életünkbe. Hogy hogyan látjuk a helyzeteket. Nagyon izgalmas lesz, várom benneteket a következő videóba. Most pedig iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok a csengő gombot, és nagy ujjakat fölfele, lájkoljunk a videót, lehet szívecskét is küldeni. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok, Hare Krishna!